néhány száz éve búcsúztatjuk december végén az óévet, a szilveszter mégis a legek ünnepe. A legzajosabb, legnyitottabb, legvidámabb napja ez az évnek. Ilyenkor tesszük a legtöbb fogadalmat is, melyeknek a kutatások szerint 70-80%-át nem vagyunk képesek megtartani. Járókelőket kérdeztünk mindenről. Annak újévi fogadalmai? Nincs soha. Nincsenek, és nem is érdekel az ilyen dolog. Nincsenek. Mi az oka? Hát, sok bajom van. Nem kell. Nem is szokott? Nem. Nincs. Én jól el vagyok. Jól érzem magam a saját bőrömbe, uram. Mindenki újévi fogadalmat, ez a semmit nem ér. Nem tartják. Eddig sose jött be. Minden fogadalomnak van értelme, nem? Évek óta megfogott az ember, nem lett belőle semmi. Be szoktak jönni? Hát be szoktak. Eddig még bejött. Tényleg. Tényleg. Akkor maga egy boldog ember? Hát most igen. Ilyen babádók, ha nem azok. Ugyan már? Felesleges. Hát nincs még mit megfogadnom, tehát akkor... Annyira jó ember, hogy nincs változás. Önnek minden jó? Hát jó. Család, minden rendben. Bejönnek ezek a fogadalmak, újévi fogadalmak? Nem mindig. Az hogy lehet? Hát mert mindig valami miatt elcsábul az ember, amit meg kell venni. Minek fogadni az, amit úgy se tartok meg? Amíg megtartok, minek fogadkozni? Érted engem?